Zeneszüret Fesztivál fókuszban a népzene, így hirdeti az idei eseménysorozatot a Philharmonia Magyarország. Szeptember 5-e és 7-e között rendezik a fesztivált Pécsen. Az esemény beharangozóját augusztus végén tartották. Itt mindig az a cél, hogy kimozdítsuk a koncerttermekből a klasszikus zenét, és egy kicsit találjunk egy olyan pontot, amivel olyan rétegeket is megszólíthatunk, akik egyébként nem a komoly zene szokásos rajongói táborához tartoznak. Idén ez a népzene, és olyan programokat szerveztünk a terekre, utcákra, postára, az Árkád bevásárlóközpontba és még nagyon sok helyre, ahol valóban a klasszikus zene és a népzene párosát találkozhat a közönség ezzel a formával, ami azt gondolom, hogy elég ritka és izgalmas. Különböző kísérő programok lesznek a fesztivál alatt, kiállítások, előadások és filmklub, és ezeket gyakorlatilag különleges koncertek egészítik ki. Ilyen koncert lesz a nyitó koncert, ami a Püspöki Palota kertjében a Jazz Formers előadása, és a Jazz Est Mesék című darab, ami egy nagyon izgalmas dolog a jazz történetéről, és azt hiszem, hogy ez a jazz határait feszegeti majd ez az előadás. Másnap a bazárban este, szombaton egy nagyon különleges triónak a koncertjét hallhatják, a Kémindi trió a népzenében olyan népek zenét mutatja be, ami azt gondolom, hogy sokak számára ismerős ebben a régióban, és ezek egymásra reflektálására. És a zárónapon pedig két koncert várja a közönséget. Az egyik az a Püspöki Palotában magában, ami egy különleges koncerthelyszín, hiszen nagyon ritkán lehet olyan szerencséje a közönségnek, hogy itt körülnézhessen ebben a csodálatos térben, úgyhogy érdemes már csak ezért is ellátogatni ide. Itt egy ősbemutató lesz, egy kortárs darabokat mutatnak majd be, és Álpásztán Ertünggel a budapesti vonósokat fogja vezényelni, és ez egy nagyon izgalmas előadásnak ígérkezik számos szólistával, úgyhogy ide is érdemes lesz ellátogatni, este 7 órakor fog 7-én kezdődni, és ugyanez nap este 8 órakor pedig Szalonna és Bandája játszik majd a Széchenyi téri nagy színpadon a Szegedi Szimfonikus Zenekarral együtt, és hát itt olyan nagyon klasszikus darabok lesznek, ami igazán jól mutatja majd a népzene és a klasszikus zenének az egymásra reflektálását, és az a két zenei együttes ezt felerősíti majd ebben a programban, és a Magyar Állami Népi Együttes táncosai fognak majd itt jelen lenni és színesíteni a programot. Az idei fesztivál már a 9. a sorban. Pécs a zenevárosa is, mondja az alpolgármester. Pécsiek szívéhez a zenei programok az elmúlt évtizedekben azt látjuk, hogy különösen is közel állnak. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Pécs a zenevárosa is. Nem véletlen, hogy Pécs másodszor is otthont adhatott az Európa Kántát nemzetközi kórusfesztiválnak. Jól emlékszünk arra, hogy micsoda csodálatos hangulatot varázsolt a belvárosba ez a program annak idején, de azóta is folyamatosan figyelünk arra, hogy legyenek minőségi, nívós zenei programok a városba, és ha nívós minőségi programokról beszélünk, akkor ezek közül mindenképpen megemlítendő a Zeneszüreszt Fesztivál, amelyet idén a 9. alkalommal rendezünk meg a Philharmonia Magyarország Nonprofit Kft.-vel közösen Pécs belvárosában. Én abban bízok, hogy a Zeneszüret Fesztiválra kilátogató pécsiek számára egy egészen különleges és egyedi élményt fog nyújtani a népzene és a klasszikus zene találkozása. Ez a különlegessége az idei programnak, az idei fesztiválnak, és olyan nagy nevű előadókat sikerült megnyerni Pécsre, mint Pál István, Szalonna és Bandája, csak hogy a legnagyobbat kiemeljem, és különösen is örülök annak, hogy az idei évben is volt lehetőségünk azt biztosítani, hogy a belvárosban számos helyen ezek a programok ingyenesen is látogathatóak lesznek, úgyhogy ezúton is biztatom arra a pécsieket, hogy látogassanak ki szeptember 1. napjaiban a Zeneszüret Fesztivál. Az esemény sorozat megvalósítását támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a Philharmonia Magyarország előhírnek egy olyan programnak, amin hónapok óta dolgozunk, és szeretnénk az ősz folyamán elindítani. Ez nem szolgál mást, mint hogy minél inkább társadalmasítsuk a komoly zenét, kivigyük az ország azon tereire, ahol az átlag állampolgárok is hozzáférnek, ők is hallhatják. Az 5000 fő feletti lélekszámú településeket céloztuk ezzel a programmal. Azt szeretnénk, hogy az ország zenekarai, legyen ez egy nagy filharmonikus zenekar, legyen ez egy vonós négyes, egy fúvós zenekar, akár egy tűzoltó zenekar, vagy a honvédségnek bármely zenekara,
elmenjenek és a köztereken számítható módon, szombaton vagy vasárnap elkápráztassák és, ha úgy tetszik, szórakoztassák a lakosságot. A zeneszületnek a támogatása a Filharmónia Magyarország működési támogatásának a része, hát külön támogatás címkézetten a fesztiválra ilyen módon nem érkezik, de évek óta beépült a Filharmónia Magyarország támogatásai közé. Az előadókról, helyszínekről, koncertekről a www.filharmonia.hu oldalon találnak részletes információkat az érdeklődők. E heti magazinunkban még csak a beharangozóról tudtunk tudósítani. A következő pécsi körben már a koncertekről tudósítunk, beszélgetünk az előadókkal, hiszen addig lezajlik a zeneszület programja a városban.